A mezőzombori református templom a második világháború vége felé teljesen elpusztult, a német katonák felrobbantották az épületet, így az a földdel vált egyenlővé. Az akkori gyülekezet Bakos Zoltán tiszteletes vezetésével összefogtak és újjáépítették. A hívek és a lelkipásztorok az elmúlt 70 esztendőben saját erejükből, közadakozásból és az egyházkerület segítségéből apróbb, leginkább belső felújításokat végeztek el Isten Cetőni Hegedűs Aranka nagy tiszteletű asszony elhatározta, hogy a községben töltött szolgálata alatt szeretnék kívülről is megújítani az épületet. Ezekre a munkálatokra nyer 4,5 millió forintot a lelkipásztor a miniszterelnökség egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkárságától. Az elmúlt két hét az elég erősen mozgalmas volt számunkra. Már amikor legutóbb találkoztunk, az ablakok a cseréje megtörtént, azóta új ajtó került a templom bejáratára, és most éppen a hátunk mögött talán elég élesen látszik is a különbség, hogy amikor színezésre került a sor és a homlokzat felújítása megkezdődött, a torony az kb. 90%-ban készen van, és a templom hajó része még az eredeti festésben van, Reménység szerint ezen a héten, ha az időjárás engedi, akkor az is megtörténik, és pünkösd megújult külsővel váljuk majd a híveinket a templomba vagy gyülekezeti alkalomra. Az egyházközségünk egyébként egy 111 választóval rendelkező gyülekezeti kis közösség, ami azt jelenti, hogy az életben maradásunkhoz nagyon nagy szükség van arra, hogy hogy az anyagi dolgainkat egyenesbe tudjuk hozni az egyházmegye támogatására és hát mindenféle forrásra, ami ezen a, ebben a tekintetben mozdítható, az ajtók és az, ablak, az ajtó és az ablakok cseréje az a, a fűtés szempontjából télen, és hát nyáron is egyébként a meleg ö, szempontjából is fontos, hogy, ö, hogy nagyon sokat fognak jelenteni szerintem a fűtésszámlánkon, és azon túl, hogy 70 éves a templom tehát ráfért egy felújítás. Cetőné Hegedűs Aranka hangsúlyozta azt, hogy szeptemberben szeretnének hálát adni a mindenható Istennek azért, ami eddig a gyülekezetükben történt, és azért is, amit eddig közösen elértek és megéltek. Az elmúlt hetekben a járványhelyzet miatt nem lehetett látogatni az Isten így azokat online formában közvetítették a híveknek. Azonban, amióta ismét kinyithattak a templomok, azóta egyre többen érkeztek, Vasárnap a Szent alkalmakra, amikor már együtt személyesen kérhetik a jóisten segítségét és áldását.